Estét kívánok a Szombathely Televízió nézőinek, hogyha a hónap első csütörtöke, akkor Medicina, a Markusovszki Kórház magazinműsora itt a Szombathelyi Televízióban. Beszámolunk az elmúlt két hónap legfontosabb kórházi eseményeiről, de mindezek előtt folytatjuk orvosportré sorozatunkat, és nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Lászlót, belgyógyász, nefrológust, aki a Művese állomás munkatársa. Jó estét kívánok! Csak valami estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy nagyon fontos témáról és fontos betegségekről fogunk szót ejteni a kutatási területe kapcsán is, de először arról kérdezném, hogy mit is kell önről tudni, hogyha jól tudom, akkor Szent Gotthárdról származik. Így van, én Szent Gotthárdon nőttem föl, ott jártam gimnáziumba, és akkor onnan mentem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, és ez egy a történelem tanáromnak köszönhető, hogy ott kötöttem ki, mert én igazából állatorvosnak készültem. Csak ő beszélgetett velem, és én őt felnéztem rá, és illetve ő is kedvelt engem, és ő azt javasolta, hogy szerinte inkább a humán orvosi egyetemre menjek. És hát jó diákként szót fogadtam, és így tettem, és hát nem bántam meg, úgyhogy ezúttal is köszönöm neki. És a családjáról mit kell tudnunk? Hát három gyerkőcöm van, akik már nagyok. A legkisebb most érettségizett, ő lehet, hogy folytatja az orvosi pályát, ő jelentkezett a Pécsi Egyetemre. A legnagyobb lányom az ELTE-n pszichológusnak tanul, egy éve van még vissza, és a fiam az tavaly érettségizett, tehát sajnos nem sikerült neki a felvételje, de idén újra nekifutott, ő pedig a biztonságvédelem politikai szakra az Európa Tanulmányok Karon jelentkezett. Volt egyébként a családban ön előtt orvos? Látta ezt valakitől, vagy... Nem volt orvos. Mondjuk az egészségügy az annyi közöm azért volt, vagy belelátásom, hogy az édesanyám az védőnőként dolgozott Szent Gotthárd környékén, tehát hogy valami kis fogalmam azért volt az egészségügyről. Belgyógyász, nefrológus, itt azért tisztázzuk majd ezt a fogalmat, és miért ezt a szakterületet választotta? Hát ugye én igazából háziorvosnak készültem az egyetem után, de akkor még nem volt házi orvosi szakvizsga, és azt gondoltam, hogy belgyógyászként ez elég széles paletta, hogy meghelytáljak majd később házi orvosként. Csak amire én levizsgáztam belgyógyászatból, arra már változott a rendszer, és egy úgynevezett licenszvizsgával lehetett kimenni házi orvosnak, így nem tudtam kimenni, és akkor ezek után úgy döntöttem, hogy inkább itt maradok, és ugye kezdettől fogva én a Művese állomáson is dolgoztam, félállásban, mert az egy privatizált szegmense az egészségügynek, és hát ha úgy gondoltam, hogy ha eddig a vesebetegekkel foglalkoztam, akkor ez a tapasztalat, tudás ne menjen kárba, akkor nefrológiából, azaz a belgyógyászaton belül a vesebetegekkel foglalkozó specialistásból teszek szakvizsgát, és hát 2001-ben ez meg is történt. És utána pedig már úgy döntöttem, hogy nem is akarok én már háziorvos lenni, mert időnként ügyeltem a házi orvosi ügyeletbe is, és hát úgy láttam, hogy nekem jobban tetszik a kórházi munka. És milyen tapasztalatai voltak az orvosképzés során? Járt esetleg külföldön vagy Magyarországon, mely kórházakban volt gyakorlaton? Hát én nem jártam külföldön. Ugye, 92-ben végeztem, ugye abban az időszakban kevesebb lehetőség nyílt a diákoknak külföldi ösztöndíjakra, mint most. És gyakorlatilag Székesfehérváron, Pécset és Szombathelyen jártam gyakorlaton, de én mindig úgy gondoltam, hogy visszajövök Vas megyébe, és nekem ez ilyen egyenes út volt, és magától értetődő, hogy Szombathelyre fogok jönni. Úgyhogy egyetem után ide is jöttem. Hűséges típus, akkor pontosan hány éve is dolgozik a Markusovszki kórházban? Hát októberben lesz 24 éve, hogy itt dolgozom. A Művese állomásról mit kell tudnunk? Azt már említette, hogy félig privatizált szegmens az egészségügynek. Mégis hogyan működik a kórházon belül? Hát ugye maga a dialízis,
az a privatizált, tehát a dialízis ellátás, ugye ez egy ambuláns betegellátás, ahol azon betegeknek a vese működését pótoljuk, akiknek már ugye a vese méregtlenítő funkciója kiesett. De maga a nefrológia, ugye az egy szélesebb spektrum, a belgyógyászati jellegű vesebetegek, azok pedig a kórházon belül az egyes belgyógyászathoz, mint egy általános belgyógyászathoz tartoznak. Tehát mi, akik ott dolgozunk a műves állomáson nefrológusként, itt is, tehát a kórházban is, és a műves állomáson is alkalmazásban vagyunk. Itt láthatjuk az épületet, van, ugye ezt az onkológia mellett találjuk. Így van, ez az épület az onkológia mellett van. 98-ban épült ez az épület, ugye előtte kint volt a 11-es Huszár úton, és azóta egy hát modern, szép körülmények között dolgozhatunk. És ugye ez a Braun cégnek a tulajdona, és ugye az ellátást is a Braun cég biztosítja. Persze a betegeknek nem kell fizetni, hiszen a cég van szerződésben az egészségbiztosítóval. Ha a kórházi ellátásra van szükség, akkor pedig ugye a Markusovszki kórházba kerülnek, és maga a vesebeteg gondozás, az pedig a Markusovszki kórháznak a keretein belül működik. Tehát a nefrológia ambulancia, meg a hipertónia ambulancia, az a Markusovszki kórház keretein belül működik, helyett a műves állomás biztosítja. Hányan dolgoznak itt az állomáson? 4 nefrológus kolléga, sőt, hát ugye egy fiatal, frissen végzett gyereknefrológus kolléga is segít nekünk, illetve egy házi orvos kolléganő is besegít a művesek kezeltek ellátásába. Hogyan alakul a betegforgalom? Ugye itt akkor napi szinten, ha jól tudom, 2 turnusban hát váltják az orvosok így van, egymást? Így van, az orvosok 2 turnusban váltják egymást, ugye reggel 6-tól 2-ig, illetve délutáni műszak 2-től 10-ig. A betegek viszont 3 turnusban, reggel 6-tól 11-ig, aztán déltől 4-5 óráig, és aztán az esti turnus pedig 5-től 10-ig. Korábban volt éjszakai műszak is, de egy pár éve, hála Isten, ez megszűnt, mert bővítették a kezelőhelyek számát a műves állomáson, és így már nem kell éjszakáznunk. És akkor hány főt tudnak ellátni naponta? Hát gyakorlatilag egy turnusban 33 beteget is tudunk kezelni. Ugye ezt 100 beteget is tudunk egy nap kezelni. Sokszor ez meg is történik. Viszonylag nagy a dializált betegek, nagy számú dializált beteget látunk el. Hát ezt úgy kiemelném, hogy Vas megye, kis lakosság számú, de mégis a dializált betegeknek a száma az az országban második-harmadik helyen áll Miskolc, Debrecen után, és a hasi dializált betegek, ugye ezek, amit láttunk az előbb a képen, ők is jelenleg 55-en vannak, és gyakorlatilag ez is az országban a második legnagyobb betegszámú populáció. És megoldott a betegeknek a kórházba való szállítása is, ugye nap mint nap látjuk a betegszállítókat, akik időre oda szállítják önökhöz, és aztán haza az otthonukba. Hát az évek folyamán ezt a szegmenst is privatizálták, és most már nem az országos mentő szolgálat szállítja a betegeket a dializisre, de ez már jó pár éve így van, hanem egy privát cég. Természetesen ők is ugye az OEP-el vannak szerződésben, és nem a betegnek kell ezért fizetni. Hát ugye sok beteg az egész megyéből, szóval nem egy kis feladat, egy hatalmas logisztika ezt megszervezni, hogy be is szállítsák, meg gyakorlatilag ezt igazítani kell még a dialízis időpontokhoz is. Milyen esetekkel találkozik a munkája során, hogyha itt a vesebetegségek típusait megemlítenénk, hogy ezt tudjuk? Hát ma már a vesebetegek jelentős részét a magas vérnyomás és a cukorbetegség okozta veseelégtelenség teszi ki. Az örökletes és az egyéb ilyen autoimmun jellegű vesebetegségek, azok sokkal kisebb arányba fordulnak elő. Hát mondhatjuk, hogy ez szerencse persze, mert ugye ezek inkább fiatalabb korban jelentkeznek. De mivel ugye kitolódott a betegek életkora, jobban kezeljük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, ezért van idő, hogy kialakuljon ezen betegségeknek a vese szövődménye. És hát döntően ők teszik ki a dializáltak nagy részét, és hát a koruk is azért idővel emelkedett. Mi a dialízisnek a lényege? Ugye többször halljuk ezt a szót, itt láttunk egy hason igen, keresztüli beavatkozást. Hát hogyha a vese működése
leáll, vagy nagy fokban csökken. Ugye a méregtelenítő funkciója kiesik, de egy idő után kiesik már a folyadék eltávolító funkciója is, akkor ezt pótolni kell. És ennek a vesepótló kezelésnek két formája van, az egyik az úgynevezett hemodialízis, ez a mondhatjuk, hogy véres dialízis, amikor a beteget másnaponta behozzák a művese állomásra, és egy 4-4,5 órás kezelés keretében, mint ahogy itt most látható is, a dializáló készülékkel egy filteren, egy szűrőn át a vérét többször átmosva eltávolítjuk a méreganyagokat. A másik formája az pedig a hasi dialízis, amit az előző képen láttunk. A kettő között lényeges különbség az, hogy az otthon végezhető. A másik lényeges különbség, hogy ott a betegnek saját magának kell tenni a saját egészségéért, sorsáért, mert ő otthon kezeli magát. Ott ugyanis a hasba kell beengedni a dializáló oldatot, és maga a hashártya képezi ezt a szűrő funkciót, és havonta egyszer jönnek be ellenőrzésre. Persze nincsenek magukra hagyva az otthon dializált betegek sem, mert mindenkinek van egy nevesített dializáló nővére, akivel tartja a kapcsolatot, és ugye telefonon, ha bármi problémája van, őt fölhívhatja, és a havi egy kontroll pedig bent a műves állomáson történik. Az mi dönti el, hogy melyik betegnél melyik kezelési módot alkalmazzák? Jó kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon kevés kontraindikációja, ellenjavallata van annak, hogy hasi dializált legyen egy beteg. Tehát, hogyha nincs többszörös hasi műtéte, nincs hasi sérve, és még van valamennyi vese működése, tehát van vizelete, akkor gyakorlatilag mind a két forma szóba jöhet, de én azt gondolom, talán, hogy a hasi dializis az elsődlegesen választandó, mert ugyanis emellett a saját vese funkció az tovább megmarad. És annak viszont a túlélésben van nagy jelentősége. És amúgy a hemodialízis, ez a véres dialízis nem kerülhető el, mert hosszú távon ugye ez a hasi kezelés nem megy. Tehát én azt gondolom, hogy egyformán hatékony mind a kettő. Igazából a betegre van bízva, hogy neki mi a fontosabb, hogy otthon legyen, nem kell otthonról kimozdulni, de saját maga kezeli saját magát. Vagy pedig a kényelmet választja, már amennyire ez kényelemnek hívható, hogy ugye behozza a betegszállító, viszont másnaponta az egész napja elmegy, ott megkezelik a dializáló nővérek, és ő neki kvázi nem kell semmit tenni a vesepótló kezeléséért. Tehát a beteg dönt, mind a kettő egyformán jó. Talán induláskor én azt gondolom, hogy valamivel jobb ez a hasi dialízis. Hogyha a betegeknek az életkorát nézzük, akkor kik vannak a legnagyobb számban? Hát az átlag életkor az ilyen 67 év körül mozog, de döntően az idős betegek vannak nagyobb arányban. És akinek több a krónikus betegsége, nagyobb eséllyel szorul a dialízisre? Hát így van. Ugye, ahogy említettem, a cukorbetegek és a magas vérnyomásosok, idősek teszik ki a kezeltek nagy részét. Természetesen nekik több kísérő betegségük lesz, részbe az alapbetegségeknek ugye a szövődmény nem csak a vesét fogják érinteni, hanem a szívüket, az ereket, az agyi ereket, úgyhogy ezek a betegek a vesebetegség mellett persze egy csomó egyéb betegséggel is küzdenek, tehát elég multimorbid betegek, nem könnyű beteganyag, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy kevésbé népszerű a nefrológia, mint szakvizsga a fiatal kollégák körében. Hiszen itt nagyon hamar a betegeknek a lelkével is foglalkozni kell. Ugye ez egy nagyon komoly lelki megterhelés, tényleg ez a másfél napos dialízis. Így van. Én azt gondolom, hogy ugye minden krónikus betegségnek előbb-utóbb ugye nyoma lesz a pszichén. Ebből a szempontból lehet, hogy ez a vesebetegség még kifejezettebben nyomot hagy. És hát ez természetesen nagy feladatot és terhet ró a kezelő személyzete is, és itt úgy gondolom főleg a dializáló nővérekre. Ugye ez olyan, mint egy nagy család, gyakorlatilag itt mindenki ismer mindenkit, másnaponta találkoznak, és ugye 4-5 órát együtt töltenek, jóban, rosszban, a betegeknek a baját, örömét is ismerik, de hát ugyanúgy ugye a problémákkal is a kezelő személyzetnek is meg kell küzdenie. Úgyhogy ez nem könnyű feladat, főleg nővér szinten, úgy gondolom.
Mely betegeknél van esély a szervátültetésre? Milyen sikertörténetek vannak itt ezen a területen? Hát egy szűrt beteganyag, ugye ki kell vizsgálni, hogy ki alkalmas egyáltalán a vese transplantációra. Ugye ez nem egy kis műtét, azt túl kell élni, és utána beültetett vesét is, ugye annak is működnie kell, tehát hogy olyan betegbe érdemes beültetni, akinél ez várhatóan ugye jól fog működni, és egy jelentős ilyen immunszupresszív, immunrendszer gyöngítő kezelést kap, hogy kinelőködjön a vese, és ugye még ezt is ki kell bírni. Tehát a betegeknek egy ilyen 11-12%-a alkalmas a transplantációra, és hát igyekszünk kiszűrni ezeket a betegeket, mindenkit fölrakni a vese transplantációs listára. A tavalyi évben viszonylag kevés beteget transplantáltak, de idén már 7 beteget transplantáltak, tehát majdnem annyit, mint tavaly, mert szerintem tavaly 8 beteget transplantáltak. Valamelyes nő Magyarországon a transplantációs aktivitás azzal, hogy csatlakoztunk egy pár éve az Eurotransplanthoz, tehát hogy az Unióból is jöhet ide szerv átültetésre, melyeket ugyanúgy mi is küldünk persze. Mennyire élhetnek egyébként teljes életet a szerv átültetettek? Én azt gondolom, hogy a kezdeti időszak után, ha már jól működik ez a beültetett vese, nem kell már sűrű járni kontrollra, akkor teljes életet, majdnem teljes életet élhetnek. Ezt bizonyítja az is, hogy a vesebetegekkel most egy pár éve már körbe biciklizzük a Balatont. Ez egy országos, nem helyi kezdeményezés, de mi is csatlakoztunk hozzá. Nemrég a múlt hétvégén voltunk ott, ez egy 4 nap alatt körbe biciklizni a Balatont. Ide jönnek a dializált vesebetegek is, meg akik már transzplantáltak is, úgyhogy szerintem ez egy jó példája annak, hogy... Tényleg egy nagy család és egy összetartó családról van szó akkor. Hát ez óhatatlan, szerintem óhatatlan, mint ahogy mondtam, össze vagyunk zárva. Van-e ideje kutató munkára, hogyha jól tudom, az utóbbi években egy speciális területen is dolgozik? Hát ez így van, ez gyakorlatilag amióta én a műves állomásra kerültem 92-be, a főnököm Kulcsár Imre főorvos úr ezt mindig is szorgalmazta, hogy valamit kutassunk, előadjunk. Ennek az ember próbált megfelelni, hol többé, hol kevésbé. És akkor tényleg kezdettől fogva a nefrogén nagygyűlésekre az ember készült előadásokkal. Nem könnyű, mert a napi robot rutin mellett a szabad időből kell elvenni az erre való felkészülési időt. És az utóbbi időben, 2011-ben Toldi Erzsébet tanárnő megkeresett, hogy a D-vitamint, mint egy divatos témát most a vesebetegek körébe is kezdjük el vizsgálni, majd 2 év múlva pedig a Pécsi Tudományi Egyetem Egészségtudományi Karának az orvos képzésére, vagy a doktori iskolájába jelentkeztem PhD hallgatónak, ezzel a témával kicsit mélyebben foglalkozva, és a tanárnő vezetésével, úgyhogy most már 2 évet letöltöttem, úgymond, ebből a 3 éves képzésből. Úgyhogy a 2/3 megvan, hát most jön a neheze, egy angol nyelvű cikket kell írni, és utána a téziseket megvédeni, úgyhogy ezzel a D-vitaminnal foglalkozom így van az utóbbi 3-4 évben. Ezek szerint a vesebetegeknek sokkal több D-vitamin bevitelre van szükségük, mint egy egészséges embernek? Vagy mire ez kell nagyon figyelni? Nagyon összetett. Így van, az utóbbi időkben kiderült, ugye, hogy a D-vitamin, az az egészséges populáció, a D-vitamin hiány, vagy a nem megfelelő ellátottság nagy arányba, 30-40%-ba fordul elő. Köszönhetően ez a modern életvitelnek, hogy keves időt töltünk a napon, illetve az ételeinknek a magas foszfortartalmainak is, az utóbbi időkben ezt is kimutatták, hogy ennek is szerepe lehet ebben az alacsony D-vitamin ellátottságba, és ezen belül a vesebetegeknél pedig még nagyobb arányba fordul elő ez a D-vitamin hiány, tehát sokkal nagyobb igényük van, vagy sokkal nagyobb dózisra van szükség a megfelelő szinttel eléréséhez, ezen belül a hasi dializáltaknak még nagyobb arányba, de azért a vesebetegeknél ez összetett kérdés, mert annyit elmondanék, hogy úgymond aktív D-vitamin a vesébe keletkezik. Tehát ugye a D-vitaminnak van egy olyan natív formája, ami a mindennapi
egészséges életmódhoz, az egészség megőrzéséhez, bizonyos tumorok, autoimmun betegségek megelőzéséhez szükséges, vagy szívérrendszeri halálozás csökkentéséhez, viszont az aktív D-vitamin, ami a vesébe keletkezik, az pedig a csontanyag cseréhez. Tehát a vesebetegeknek szükségük van a natív D-vitaminra, meg erre az úgynevezett aktív D-vitaminra is. És mit ajánlana nekünk, hogy mennyi D-vitamint vigyünk be, túladagolhatjuk? Ugye erre most már egy egész marketing épül, egy egész piac, hogy gyereknek, felnőttnek, mindenkinek csak adjuk a D-vitamint. Régen nagyon féltek tőle, hogy túl lehet adagolni, és akkor ugye vesekövesség, nefrokalcinózis alakul ki. Ma azt mondják, hogy egy napi 4000 egységet nyugodtan bevihetünk a túladagolás veszélye nélkül. Sőt, sokan azt mondják, hogy még ennél jóval többet is, tehát nagyon sok egység kell ahhoz, hogy toxicitás, tehát D-vitamin mérgezést érjünk el. Tehát azt gondolom, hogy egy 4000 egységet azt nyugodtan bevihetünk, és mint mondtam, a mai életvitelünk ezt majdnem, hogy meg is követeli, mert hát gondoljuk végig, hogy nem sokat töltünk a napon, azt a 1-2 hét szabit leszámítva megyünk dolgozni, akkor is ugye fedett testrészekkel, és mondom, az újabb kutatásokban azt mondták, hogy ezekben a tartósított élelmiszerekben, meg a félkészételekben a magas foszfor miatt egy bizonyos hormon felszaporodik bennünk, aminek az a dolga, hogy a foszfort kiürítse, de emellett a D-vitamint le is bontja. Tehát ez is a modern életvitelnek köszönhető. Jut ideje egyébként a kikapcsolódásra a munkája mellett? Hát egyre kevesebb, de azért igyekszem kikapcsolódni, de hát ez főleg a mozgás jelenti. Hát úgy gondolom, hogyha hirdetjük ugye a mozgás egészség megőrző, megtartó funkcióját, akkor ne csak hirdessük, hanem gyakoroljuk is. Úgyhogy igazából, ha tehetem, akkor futni járok. Dr. Kovács Lászlónak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Hasznos információkkal lettünk gazdagabbak, úgy gondolom. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Mi pedig megyünk tovább a rövid hírekkel. Tudományos ülés és konferencia, kitüntetések átadása a Semmelweis nap alkalmával. A következő percekben az elmúlt 2 hónap kórházi eseményeit foglaljuk össze. A Premontrei gimnázium diákjai készítették azt a mozaikot, amely a gyermekosztály betegfelvételi részlegét díszíti. Az alkotás a népszerű Bogyó és Babóca mesesorozat szereplőit ábrázolja. A diákok már korábban is készítettek hasonló fali képet apró színes üvegdarabokból a kórház számára. A vidám mozaik elfeledteti a gyerekekkel, hogy kórházban vannak, csökkenti szorongásukat és a várakozás perceit is színesíti. Tudományos ülést szerveztek a kórházban Szél Kálmán professzor 90. születésnapja alkalmából. A nagyformátumú orvos, közéleti személyiség, Szombathely díszpolgára, az intézmény egyik meghatározó alakja, az ő nevéhez fűződik az intenzív osztály alapítása. Szél Kálmán professzor gyakorlatilag itt töltötte néhány kezdetévet, leszámítva az egész orvosi pályafutását a Markusovszki kórházban. Ő volt Magyarországon az önálló intenzív osztálynak, illetve az anesteziológiának a megteremtője, és hát amíg aktív volt, addig ennek a társaságnak a vezetőségében is vezetője volt ennek a társaságnak. Az ő pályafutása ez egy óriási jelentőség ilyen szempontból, ő külföldi tapasztalatokat hozott be, ennek a vezetésével építették meg itt a központi műtőblokkot, a jelenlegi gyakorlatnak a bevezetése is az ő nevéhez kötődik. Szél Kálmán ma is aktív, szellemileg teljesen friss. Számos szakmai publikációt és több szép irodalmi alkotást is jegyez. Az ünnepségen a megye, a város és a kórház vezetői köszöntötték őt. Újdonságok a szemészetben címmel tudományos konferenciát szerveztek a kórházban Rácz Péter professzor tiszteletére 80. születésnapja alkalmából. Rácz Péter 20 évig vezette a szemészeti osztályt Szombathelyen, a részleg ma is az általa lefektetett alapokon működik. Nagy érdeme, hogy nyugdíjba vonulása után tulajdonképpen, mint szakmai tanácsadó azóta is az osztály mellett van. Nyugdíjba vonulása után is folytatott tudományos munkát, azután szerezte meg a nagy doktori címet, ami nem gyakran fordul elő, tehát ő neki a gyakorlatosztályvezetői munka mellett a tudományos pályafutása is
hát itt zajlott a kórházban, illetve azóta is zajlik, amióta itt van, tehát még jelen pillanatban is aktív. A konferencián a szakma vezető képviselői tartottak előadást az ország minden részéből. Bemutatták továbbá a nedves típusú makuladegeneráció kezelésének új módszerét. A szembelsejébe fecskendezett oldat által jelentősen javulhat a látás. A beavatkozás ma már OEB finanszírozott. Szemészetben a Markus Orszky Kórháza a nagy térségnek a vezető, szakmailag vezető osztályával rendelkezik, és hát ezeknek az osztályon folyó, illetve az országosan is a vezető professzorok itt voltak, a szemészeti szakmát érintő információk hangoztak el ezen az előadáson. Semmelweis Ignác emléknapja ünnep az egészségügyben dolgozók számára. Ez alkalomból minden évben átadják a kórház kitüntetéseit. Csákvári Violetta gyermekgyógyász főorvos idézte fel az ünnepségen Semmelweis életútját és szakmai pályáját. Az anyák megmentőjeként ismert 19. században élt orvos jött rá, hogy a gyermekágyi láz kórokozóját maguk az orvosok terjesztik azzal, hogy boncolás után nem mosnak kezet. Semmelweis Ignác tulajdonképpen egy olyan egyedi alakja a magyar orvostörténelemnek, ami azt hiszem, hogy világszerte talán ő a legismertebb orvos, nem véletlenül van benne a 10 legnagyobb orvos között, amit világszerte összeállítottak, hiszen az ő általa bevezetett gyakorlati tapasztalatokon múló klórmeszes kézmosás az rengeteg életet mentett meg. Átadták az év orvosa és szakdolgozója, a kórház kiváló orvosa, szakdolgozója, illetve dolgozója kitüntetéseket, valamint a főigazgatói dicséreteket. Az év orvosa az egy óriási jelentőségű díj, ezt egy kórháztudományos bizottsága dönti el, és ez gyakorlatilag a kórház belső kollektívájának az elismerése egy ember felé. Ugyanúgy az év szakdolgozója is hasonlóan, tehát ez a két legfőbb kitüntetés. Mellette van a kórház kiváló orvosa, a kórház kiváló szakdolgozója és a kórház kiváló dolgozója cím átadása, illetve főigazgatói dicséretek kerülnek átadásra. Azt gondolom, hogy ezek az emberek kivétel nélkül mind megérdemlik azt, hogy mindenki ebben az elkövetkezőbe egy évben felnézzen rájuk, hiszen nagyon-nagyon megdolgoztak érte. Az év orvosa címet idén Garzuli Ferenc neurológus, patológus főorvos kapta, aki külföldi elfoglaltsága miatt később veszi át a plakettet. A neurológia korábbi osztályvezető főorvosa 1962 óta dolgozik a kórházban, ma már nyugdíjasként segíti a patológiai osztály munkáját. Számos könyv és publikáció fűződik a nevéhez. Év szakdolgozója kitüntetésben részesült Horváth András, a központi laboratórium szakasszisztense. A kórház kiváló orvosa címet idén Kálmán Bernadett neurológus professzor, a kórház tudományos igazgató helyettese, Nagy Rita belgyógyász és Potárd Orsolya kardiológus szakorvos jelölt érdemelte ki. A kórház kiváló szakdolgozói elismerést kapta Horváth Tíme, a kardiológia osztályvezető helyettes ápolója, és Márné Havlik Hajnalka, az általános sebészet osztályvezető helyettes ápolója, Nagyné Szemes Katalin szülésznő. A kórház kiváló dolgozói elismerésben részesült Fuchs Ádám, a számviteli osztály vezetője, Pulainé Bencik Tíme, a bérügyi osztályvezető, és Tóth Mária, anyaggazdálkodási előadó. 9-szer részesültek főigazgatói dicséretben, mindannyiuk szakmai munkája magas színvonalú és példaértékű, lelkiismeretes, szorgalom és kiváló kollegiális kapcsolatok jellemzik őket. A Semmelweis ünnepségen vette át adjunktusi kinevezését Bírer Gábor, a sürgősségi osztály orvosa. A kitüntetetteknek természetesen mi is nagyon sok szeretettel gratulálunk. Én megköszönöm már a figyelmüket, találkozzunk egy hónap múlva a medicinában, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.
A műsorvezetőt öltöztette Jeans Store. Minden, ami divat.